Na, sziasztok mindenki, itt a jó játékos, és megint az Assetto Corsában vagyunk, és most pedig egy Ferrari Forma 1-es autóval fogunk menni méghozzá. Ez azt hiszem, hogy a tavalyi vagy a tavaly előtti modell. Nem, szerintem a... Várjátok, idén hozták be azt a védő izét ide fel, vagy tavaly. Azt hiszem tavaly, akkor tavaly előtti autó lehet. Ha idén, akkor meg a tavalyi. Na, erre majd rájövünk. Na szóval ezzel fogunk végigmenni a Nürburgringen igazi Forma 1-es stílusban. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel mennyit tudunk menni. Csak ezzel nem látom így a pályát, mert túl lent vagyok. Ez nem nekem való kameraállás. Így, inkább így nézzük. Lássuk, hogy mennyire. Egyébként most be van kapcsolva minden ilyen kipörgésgátló, meg akármi, mert különben egy kész katasztrófa lenne, és két métert nem tudnék menni vele. Nem, mintha így sokkal többet tudnék szerintem. Kicsit túl tempóba mentem. Jó. Na, és padlógáz. Hadd szóljon ez a motor. Majd de szépen szól. Fékezni, oké. Itt is szépen. Na hát meglátják a Ferrari-tól, hogy milyen profi vagyok. Még felvesznek Vettel helyére. Mondjuk, ezt remélem nem látják. És, de amúgy vagány, hogy maguk a gumik is, magukat a gumikat is bekoszolja, ahogy kimegy, ahogy kimegyek így a fűre meg homokra, ez mondjuk vagány a játékban. Ilyes, erre is gondoltak. Hopp. Na hát ezzel már 250-260-nal megyünk. És túlfékezzük magunkat, ahogy szoktuk. Jó. Na. Vajon itt ezt a kanyart be lehet venni padlógázzal? Ti mire gondoltok? Na, szerintem biztos nem. Biztos nem lehet ezt. Hopp, és mégis. És már 300-zal megyünk. Elérjük a 300-at? Elérjük a 300-at! Hamarébb kellett volna fékezni egy kicsit. De legalább elértük a 300-at. Valamit, valamiért. Na. Megyünk ezzel még egy kört? Na, menjünk még egy kört. Menjünk még egy kört vele. Most már egy kicsit melegebb gumikkal, meg nem mondom, hogy melegebb sofőrrel, hanem jobb sofőrrel, aki már egy kicsit megszokta, hogy kocsit is, meg a pályát, elvileg. Lássuk, hogy mire képes. Hopp, itt fékezünk elé, hoppá, egy kicsit túlfékeztünk. Jó. Most meg az lesz a baj, hogy túl erőset fékezek. De azért itt is egy kicsit. Jó. Na, megy ez. Még azért néha még túlfékezem a magam a kanyarokban. De azért már jobban megy, mint előző körben. Határozottan. Azért nem semmi, milyen kanyarsebességeket lehet ezzel a kocsival elérni. Azért 100-zal kanyarodtunk be, míg a... Opa, opa. Na, ezzel is meg tudok pörülni. Ezt is meg tudok. Miért ne tudnék? Na szóval, mondtam, hogy mennyire stabil ez az autó, hogy 100-zal vettük be ezt a kanyart az előbb, míg a Ladával meg a többivel 100-at értünk el egyenesbe, padlógázon értünk el 100 km/h sebességet. Szóval van egy kis különbség a kettő között, apró pici különbség. Megpróbálom megint 300-ot elérni, csak úgy, hogy egy picit azért jobban sikerült ez, de még mindig túlfékeztem. Szóval, hogy egy kicsit lendületesebben induljunk itt bele a kanyarba. Na nem így, nem így. Au. Pedig arra gondoltam, hogy milyen mókás lenne, ha itt 300-ot elérnék, de hát úgy látszik, nem sikerül. Na mindegy.
Én gondoltam, hogy 300-at elérem is, hogy fékezik, de amúgy érdekes, hogy a pálya a egyenes közepéig szerencsétlenkedtem, és az egyenes közepétől elindulva is 256 km per óránál kellett fékezzek. De ezzel a ladánál csináltam volna ezt, alig mentem volna 60-nal. Ezért nem semmi, amit ezek az autók kibírnak, és milyen tempóval tudnak menni. Még mindig egy kicsit túl lassan megyek szerintem, nem baj. Most megpróbáljuk a tökéletes kört megcsinálni ezzel az autóval. Csak az a baj, hogy igen, az a baj, hogy ez az autó sokkal gyorsabb, mint én. Mármint amennyire én fel tudom fogni, hogy mit hogy kell csinálni, meg mikor kell fékezzek, meg gázt adjak. Ez az autó, ez túl gyors, sokkal gyorsabb reflexek, meg motorikus képesség kéne hozzá, hogy ezt úgy jól irányítsad. Mint például, ami a Forma 1-es sofőrök pilótáknak van. Ezért van nekik ilyen különleges... Na szóval azért ilyen különlegesek ők, mert ők ezzel képesek versenyezni is, nem csak így hillódni, mint én. Na hát, együtt a tökéletes körről. Egy tökéletesen béna kör lett belőle. De legalább itt időben fékeztem. Már az is haladás, ugye? Na, itt próbáljuk meg úgy menni, hogy esetleg elérjük a 300-at a végén. Lássuk, sikerül-e? Hát itt biztos nem. Nem megy, nem megy, nem megy, nem megy, mert túl megyek. Én még így is egy kicsit túlmentem. Hát igen, ezt egy jobb pilóta biztos megcsinálná. Na, váltsál már. Na, a váltó nem akar. Nem tudom, miért nem akar variálni. Na, szóval így. Ilyen a tavalyi vagy tavaly előtti Ferrari-val versenyezni. Ups, igen, itt vissza 80-ra. Na hát remélem élveztétek. Majd még kitalálom, meglátom, hogy milyen autókat találok még a neten esetleg, és akkor még mehetek, még tehetek egy pár kört velük. Na remélem tetszett. Sziasztok!